Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Hát most valamerre elhánytam a kamerámat, nem tudom merre tettem, mindig egy adott helyen szokott lenni. Már összekerestem a lakást, de majd meg lesz. Tehát itt van ez a gyönyörűséges motor, és most ugye a kipufogó delejezése történik, tehát ugye itt lehet látni, hogy hogyan is jön le ugye a könyök. Ide már van egy új szűrő, flexibilis cső, és akkor itt lehet látni, felszereltem a dobot, ugye ez az eredeti csöve, ez meg hát ugye egy passzát cső. És ugye ez a motor el van döntve a T3-ba, innen mutatom, hogy lássátok, hogy így áll a kipufogó dob, tehát a kipufogó dobnak vízszintesen kell lennie, és akkor már magatok is tudjátok, hogy hogy is áll ez az egész mismac. A lényeg, hogy itt van egy motortartó állvány. Szépen itt jön a cső, a bölcsőcső, így jön. Majd itt fordul, és így, tehát egy enyhe ív van benne. És hát persze, egyszerű, ugye elvágom itt valahol, vagy itt valahol, tök mindegy, befordítom, összetolok, tákolom, összekacimbálom, összebuherálom az jó éjszakát, de itt azért nem ennyire egyszerű a probléma, ugyanis ezt valóban el kell vágni, ezt a csövet, tehát itt valahol elvágom. És akkor ezt a könyököt, ezt majd valahogy megpróbálom innen leszerkeszteni, mert ez rá van dugva, össze van dugva, az ördög tudja, hogy mi van vele, tehát ezt innen leszerkeztem. És akkor úgy lesz megcsinálva a rendszer, hogy innen jön egy cső így. Tehát így régen fog jönni egy cső, de ide kell egy kanyar. Tehát vannak ezek az idomok, lehet kapni. Hát megint vásárolni kell, de persze vannak itt rossz kipufogó csövek, meg minden mismant, és akkor lehetne darabolni, meg igénytelenül dolgozni. De ez nem az én műfajom. Tehát ezt normálisan eleve, ugye ezt a könyököt, ez az eredeti motornak, a 1/6-osnak a könyöket, ezt szeretném megmenteni, mert bizony, hogyha vásárolni kell, akkor még drágább. És akkor miért vettem le én az EGR-es mismancot, és miért tettem föl az 1/6-ét? Nagyon egyszerű. Az egyik az, hogy az EGR már nem fér el. Mert mondtam, ez döntött motor. Tehát nem fér el, úgyhogy a toroknál le kell vakolnom a csövet, aztán majd még ide fúrnom kell, vagy valamit ki kell ókumlálnom, hogy hogyan is vezetem be a Carter gázcsövet, mert ennek itt oldalt lett volna, ott. Az eredetinek ott van, csak ugye ez már nem fér el, és ebből kifolyólag szart vág a kerékgyermekeim. Tehát lehetséges, hogy még itt lesz egy lebontás, mert vagy ide itt vezetem be a Carter csövet, ami hülyeség, vagy pedig a szívótorokban. Most a szívótorokban itt van egy torokizzítónak mondott gyertya, ami vagy működik, vagy nem. Tehát vagy ide bevezetem itt valahol a Carter csövet, vagy megint megy az agyalás, és esetleg, hogy örülne neki a turbónak a nyomó csöve, hogyha ide, bár seckó jedno, végül is, de tehát ezt még ki kell agyalnom. Akkor végre megvan az áttörés, tehát ez a végérvényes konzolja, és a 120-140 amperos, hát egy BMW generátor fog rákerülni.
Ez az Exi tárcsa, ugye ez nem fog fölmenni, most csak ugye az összeszerelés miatt, meg hogy táptartson nekem itt a kipufogónak, mert egyébként is úgy könnyebb betenni a motort, hogyha szíjtárcsák nincsenek fönt. Mert azért nincs ott olyan ördöngős nagy hely, lesz itt káromkodás, meg rutyutyú. Tehát végre megszereztem az ide való, mert ugye teljes átmérőben 90 mm-es szíjtárcsa fér el, és ugye ez az alul futott szíjtárcsa lesz, mert itt van a generátor. Mert ugye van a sima szíjtárcsa, ahol ugye fölül fut. De az nekem azért nem jó, mert ugye akkor úgy hajtja meg a vízpumpát, hogy tehát egy sima égszítárcsa van fönt, nem mozbord, de ugyanilyen széles, csak nem mozbordás, és ugye így fölötte jön el a szíj, és így megy a generátorra, és ugye a generátor feszíti. Nekem az nem jó, tehát nekem az ilyen mozbordás az Audi 1.9 TD szíjtárcsája jó rá, mint mondtam, 90 mm szélesség, és akkor ugye a szíj alul jön így rá, így rá, tehát még egyszer mutatom, így eljön alul a szíj, így följön a generátorhoz, visszajön itt a feszítőn, és úgy jön rá a motorra. Úgyhogy most már itt igencsak minden be van kötve, helyesebben a nyomócsöveket megint le kellett szednem, mert ugye le kellett itt mindent csontoznom. A kartergás cső könyököt föltettem. Ugye itt van a turbónak az olajcsöve is, ez is itt fönt hunyorog, és akkor úton van ez a cső a szűrősapkával, és a szűrősapkából ugye jön egy cső, ami a kartergázt hivatott elvezetni, és majd annak csinálok valami luxinyót. Úgyhogy itt tartunk most. Ezen az oldalon, ugye már fönt van a motortartó bak, az állványok, tehát a konzol is fönt van. Ez így fog felmenni, és be van kötve a turbónak az olajcsöve. És akkor ugye itt van az EGR szelep, aztán ezt azért mondom, azért kell lefalaznom, mert sajnos nem fér el. Úgyhogy így jártunk, aztán itt megy az agyalás egy kicsit azért, mert lehetséges, hogy ezt a kipufogót, ezt még le kell szednem, kivennem ezt a hővédő lemezt, amit nem szívesen tennék meg, hanem ha nem nagyon akar rákényszeríteni, jó Isten, akkor inkább egy luxit szerkeztek, mert ennek a hővédő szeletnek több funkciója van, többek között az, hogy nevéből fakad hővédő. És akkor most kifújtam a busz poltjait meg az oldalát. Végig körbe ki van fújva, ez a második sor motortér is, ez az oldal is végig ki van fújva, és majd plusz még azért kap egy rücsit. Úgyhogy itt tartok most, aztán hát sok idő elmegy ezzel, tehát ne gondoljátok, hogy ez az átépítés annyira egyszerű a T3-ba. Ha egy Golfba lett volna ez az átépítés, akkor már rég végeztem volna, el is felejtettem volna, csak ugye itt az a kihívás, hogy 60-65 fokba el van döntve a motor, és a hely miatt, tehát a turbót is ilyet kellett rátenni, akkor ugye a felső cső, ami elvezetné a kartergázt is, meg a levegőt is, ugye a turbóról, az a másik irányba néz, tehát ez már egy igazi összvér motor, van ebben már minden, Audi,
és Volkswagen, azon belül Golf, Passat, Vento, van itt már minden, és most már jegyzetelnem is kell, hogy mi micsoda, mert egyszer cserélni kell, akkor tudja majd az, aki cseréli, vagy cserélteti a tulajdonos, hogy mi micsoda. És sikerült úrrá lennem a káoszon a kupin, tehát most már azért sok minden eltűnt innen is. Jó meleg van, most rátalált a lignit valahogy a hűtési technológiára. Itt a munkapadon is ugye már azért átláthatóbb a káosz, majd takarítás lesz. És lassan ráhagyom a dolgot, de most nincs kedvem ezt a faszak is meleg. Nézzük is csak meg milyen meleg, mert itt voltak itt olyan minuszok, gyermekeim, hogy azt hittem beszarok. Tehát nézzetek a saját szemetekkel, 17,7 fok van itt a műhelyben, de akkor egy pillantást vessünk ebből az oldalból is, innen hátulról. De lényeg a lényeghez, hogy reggel 3,8 fok volt, itt van benne a busz, itt pihenget, most már lassan majd mozdulgat. Holnap mennem kell megint flex korongot. A buzi lámpát lekapcsolom, mert azért nem lopom én a villamos energiát. És ki kell vennem ezt a térreválasztó lemezt, illetve tovább kell dolgoznom a karosszélen, és meg hát mert szeretném betenni a motort, de megmondom férfiasan, hogy itt kint sokkal egyszerűbb mindent összepróbálni, összeházasítani, mint bent küszködni, főleg amikor már benn van a helyén, aztán ugye a motor alatt kell, a kocsi alatt kell bujkálgatni, és inkább akkor most még átgondolom a dolgokat, készítek vázlatot, hogy mi az elképzelés, és akkor valahogy össze fogom én ezt hozni, testvéreim. Tehát a kipufogó is azért egy nagyobb falat, de igyekszem nem kókányolását. Most ez a táptartó, ott már nem volt kedve megkeresni a túlsó táptartóját a kipufogónak. Úgyhogy most egy ilyen kis fa módla helyettesíti a táptartást. No, akkor itt tartunk. Ja igen, ami már végülis, amit beszélni nem tudok, már fáradt is vagyok. Tehát végül is megvan minden most már a motorhoz, a bontóból. Végre letisztáztuk, hogy mi az, ami pontosan kell. Mentek az e-mailek, mentek a fotók, jöttek az e-mailek, jöttek a fotók. Egész heti telefonálások, egyeztetések, hogy mégis mi az, ami konkrétan, mert ez a cseredarabos dolog, ez hát küldtem is vissza, ami nem volt jó, úgyhogy ez ilyen, tehát aki ilyen T3-as átépítésben gondolkodik, az számoljon arra, hogy itt ugye el van a fő Achilles sark, hogy el van döntve a motor, és ugye hely kell, és itt a kipufogó és a turbo oldalán éppen nincs az az őrült nagy hely. No, akkor majd a kurensebb fotókkal, videókkal majd jövök, amikor végzek, amivel végzek, ha újabb info lesz, addig is tartalmas, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Szervusztok!